Sziasztok! Szeretnék mutatni valamit. Gyertek velem! Hát ebből a néhány másodpercből is rájöhettetek, hogy hol járok éppen. Balatonfüred, Görögfalu, avagy Sun City, ahogy az utóbbi években hívtuk, neveztük. A sztori lényege az, hogy tegnap belefutottam egy cikkbe, ami arról szólt, hogy ez az objektum lehúzta a rolót, befejezte a működését. Mondjuk, ahogy az épületeket elnézem, valóban az enyészeté lett az elmúlt években. És az van, hogy néhány napon, néhány héten belül ez az épületkomplexum konkrétan lebontásra kerül. Ezek az épületek, amik most még itt vannak, és az elmúlt 30 évben mindenféle eseménynek, rendezvénynek, bulinak és elképzelésnek helyet adott, ami aztán sajnos nem jött össze. Ennek a sztorinak itt most vége van. Még eddig senki nem szólt rám, hogy menjek ki innen, de benne van a pakliba, hogy bármikor szólhat valaki, hogy oktalanul tartózkodom már a területen, és legyek olyan kedves elmenni innen. De amíg ez nem következik be, addig mutatom, hogy milyen állapotban van. Hát szar, már bocsánat. Muci, ne menj oda be, léci. Hát itt még pislákol egy lámpa, csak nem tudom minek. Igen, úgy tűnik, hogy ez is egy igazi szellemvárossá változott az elmúlt években. Kár érte, nagyon kár érte. És akkor nagyjából a főtér. A szökőkút szét van döntve. Lipstick. Ott már bontanak, dolgoznak. Lara meg pihen egyet. Hát nem jó ezt így látni. 30 év munkája, elképzelése és a megszámlálhatatlan mennyiségű pénz. Durva. Nézzétek, itt is minden szétbarmolva már. Még egy közös utolsó kávézás helyszíne lehetett. Nagyjából úgy maradt itt minden, ahogy azt legutoljára használták. Iszonyatos mennyiségű szemét és elhanyagoltság. Tegnap olvasott cikkben az volt, hogy miután ledózarolják itt ezt az egész területet, ami nyilván megint csak nem kevés idő és nem kevés pénz, egy közpark és egy lakópark fog épülni. Hát bejebb nem akarok menni, elég ez itt szerintem. Írjátok meg kommentben, hányszor jártatok már itt az elmúlt 30 év alatt? Hány éjszakát bulisztatok itt, vagy hányszor sétáltatok itt ezen a területen? Bízom benne, hogy nem gyakran fordul elő az, hogy egy ilyen épületkomplexumot úgy, ahogy van, le kell, hogy bontsanak. Hát gyerekek, ez maradt a Haciendából. Szeretném jelezni, hogy nem turista csalogatónak csináltam ezt az anyagot, hanem azért, hogy legyen még egy emlékünk erről, ugyanis komoly biztonsági szankciók vannak érvényben, és csak úgy ide nem lehet bejönni. Úgyhogy ne találjátok ki, hogy éjszaka ide bejöttök még egyet utoljára, mert nem biztos, hogy jó ötlet lenne. Már csak a biztonság miatt is, meg a biztonsági személyzet és a rendőrség jelenléte miatt sem javaslom senkinek se. Hát így nézett ki egy kis bungaló, ami a buli negyedhez tartozott. Tusoló, kis komód, az ágyon még ott a matrac. Csoda, hogy ezt a hétvégén nem vitték el. Ja, mert nincs értéke. Hát, akkor viszlát Görögfalu, viszlát Sun City,
Kíváncsi leszek, mi lesz itt helyetted.